Ismét a stúdióból köszöntöm kedves nézőinket. Hölgyeim és uraim, a bevezetőben úgy fogalmaztam, hogy a példakép édesapa a pályaválasztásban édesanya hivatása után több nemzet elismerését váltotta ki értékes munkájával. Dr. Vadon Lehel, az Eszterházy Károly Főiskola angol-amerikanisztikai tanszékének, angol-amerikanisztikai intézetének igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár, amerikai becsületrend érdemérmet kapott kiemelkedő amerikanisztikai munkásságáért. Köszöntöm a kitüntetett stúdióba, gratulálunk tanár úr az elismeréséhez, de kezdjük talán az elején. Nem igazán amerikanisztikusnak indult, hogy ilyen magyar kifejezéssel éljek, és erre céloztam a bevezető mondatomban, hogy a példakép az édesapa volt, aki orvos, és mégis az édesanya, a pedagógus édesanya hivatását választotta. Hogy történt tulajdonképpen ez annak idején? Mindenek előtt nagyon szépen megköszönöm a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a tévé nézőit. Valóban úgy van, hogy én nem mondhatom el, hogy gyerekkoromtól kezdve pedagógus akartam lenni, mondhatnám az ellenkezőjét, egyáltalán nem akartam pedagógus lenni, bár a családban valóban anyukám tanár volt, igazgató tanár volt, talán éppen az a példa, amit láttam, hogy reggeltől késő estig a családtól távol kellett lennie, ez nem igazán csábított a pálya felé. Viszont érdekes, hogy édesapám, aki orvos volt, és aki sajnos 2 éves koromban meghalt, a község lakosságától hallott történetek, munkájával kapcsolatos történetekből adódott az, hogy olyan elhatározás született bennem, amit szintén beleim tápláltak a lakosok, hogyha apukám olyan rövid ideig tudott ott orvos lenni, és mint mondták, jó ember volt és jó orvos volt, akkor talán én majd folytatom a szakmáját. És ezt valóban komolyan vettem, általános és középiskolában a biológia a legkedvesebb tantárgyaim közé tartozott, apukámnak a anatómiai könyvét betéve latinul tudtam. A sors iróniája, hogy kétszeri próbálkozásra sem vettek föl az egyetemre, és hát akkor még azok olyan törvény uralkodott a katonasággal kapcsolatban, hogyha a harmadszorra se veszik föl az embert, akkor 2,5 évig vittek volna el katonának. Nem iszonyodtam a katonaságtól, de 2,5 év azt túlzottan hosszúnak tartottam sokat volna. Sokat rabol el egy fiatal ember életéből. Igen, igen. És akkor találkoztam egy angol szakos volt évfolyamtársammal, és ő mondta, hogy Lehel, te szeretted az angolt, nem is voltál nagyon rossz belőle, miért ne jönnél oda? Így kerültem aztán Debrecenbe. Bekerült a Kossuth Lajos Tudományegyetemre, és hát rögtön akadt egy példakép is, egy pálya meghatározó példakép Ország László személyében. Tulajdonképpen mit köszönhet neki? Valóban, annak ellenére, hogy 2 évig segédmunkáskodtam egy vasgyárba Budapesten, mégis Debrecenbe jelentkeztem, mert hát hallottam arról, hogy Debrecen, az akkori Debrecen, és mondhatnám most is, az egyik meghatározó anglisztikai, amerikanisztika központ, és Ország László neve az varázslatos volt számunkra és számomra is. És hát olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy nem csak, hogy professzorom lehetett, hanem bizonyos munkákat már egyetemista koromban végeztünk, megbízott dolgokkal. Miután végeztem, ide kerültem Egerbe, és tartottuk a kapcsolatot, ő beszélt rá, hogy doktoráljak, és hát ne csupán középiskolai tanárként, hanem esetleg felsőoktatási tanárként és kutatóként dolgozzak. Így került aztán a középiskolából ide a főiskolára, és hát itt aztán rövid idő alatt végigjárt a lépcsőfokokat egészen a legmagasabb szintekig, hiszen egyetemi tanári képesítése van, minősítése van. Végigvitte a doktori fokozatokat, mindent. Ezeket most nem is nagyon mennék bele, mert rendkívül gazdag életútja van. Amit említettünk, kitüntetés, amerikai érdem, becsületre
Nagyrend érdemérem, ezt az amerikai irodalom magyarországi fogadtatásáért kapta. Most akkor két dolgot tessék nekem megmondani, tanár úr. Egyrészt mi ez az amerikai becsületrend érdemérem, mit akar ez a meghatározás? Másrészt pedig mit jelent ez az irodalom magyarországi fogadtatása? Miért ennyire fontos téma ez, hogy ezt választotta? Életművéül mondhatnám úgy. Igen. Hát nem egészen pontos, hogy csupán az amerikai irodalom magyarországi fogadtatása és az abban elért eredmények miatt terjesztett föl engem az amerikai biográfiai társaság, amely Amerikában az én szűkebb kutatási területemben a legnagyobb tudományos szervezet. Filológiáról, bibliográfiáról, biográfiáról van szó. És hát egy ilyen 5 évvel ezelőtt történt az, hogy egy levélben fordultak hozzám, valószínű éppen írásaimat olvasva és bibliográfiáimat ismerve, hogy szívesen tagjai közé vennének. Hát ez nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, és természetesen elfogadtam ezt az ajánlást. És itt elég gyorsan kezdhettem el az ottani munkálkodást. Egy ilyen 2 év múlva a tudományos tanács tagjának választottak, majd az ott kiadott hatalmas nagy filológiai, enciklopédikus, tudományos referens könyvek kiadója is ez a tudományos társaság. Ott munkákra felkértek. Most például újítjuk föl a Contemporary Who is Who-t, ahol a főszerkesztő szaktanácsadással kért föl, tehát szaktanácsadói megbízást adott részemre. Tavaly pedig majd beválasztottak a kormányzó tanácsba, amerikai hagyományok szerint ott nem főigazgatók, vezérigazgatók vannak, hanem kormányzók, és először beválasztottak a kormányzó tanácsba, és tavaly ez a megtiszteltetés ért, hogy kormányzó helyettes címmel is fölruháztak. Tehát ez vezethetett ahhoz, hogy fölterjesztettek erre a kitüntetésre. Hát én nem szeretném ezt a kitüntetést minősíteni, de ez nagyon nagy megtiszteltetés részemre, hogy valóban erre érdemesnek tartottak. A kuratórium véleménye szerint az amerikanisztikai, tehát nem csak azon a szűk területen, hanem általában az amerikanisztika területén végzett nemzetközi és hazai munkámért, tudományos kutatásért, az amerikanisztikai külföldi és hazai szervezéséért Köszönöm, hogy kiegészítette az én tömörített meghatározásomat erről, mert az igazság az, hogy ez a pontos megfogalmazása, ahogy ön mondta ezt a dolgot, de ez nem volna semmit, nem kisebbít az ön érdemeiből. De valóban az igaz, hogy a hazai kutatási területem az az amerikai irodalomnak a magyarországi fogadtatása. Már doktori értekezésem is ebből történt, Upton Sinclairnek, aki Amerikában is és Európában, Magyarországon is az egyik legjelentősebb és legnagyobb hatású realista, szocialista író volt, és Ország László felkérésére végeztem ezt a kutatómunkát. Időben mekkora időtartamot fog át ez a kutatás, tanár úr? Az egész kutatás, hát ez egy óriási vállalkozás volt. Ebből nőtt aztán ki, és már nem csak az ő, hanem más egyetemek biztatására is, hogy ha már egy részét ennek elvégeztem, akkor folytassam ezt a feltáró munkát. Elkezdtem, csináltam, idestova, már több mint egy fél évszázada csinálom, és hát egy olyan óriási anyagot görgetek még mindig magam előtt, amit ha sikerül megvalósítanom, most már bízom, hogy megvalósul, akkor én azt hiszem, egy olyan könyv kerülhet a magyarországi amerikanisztikai tudomány asztalára, ami talán a világon sehol sem. Ez felméri Magyarországon a kezdetektől, térben és időben, mélységben, ha csak azt mondom, hogy készültem erre a beszélgetésre, hogy 2720
periodikumot néztem meg, ami azt jelenti több 10 000 kötet, és hát 100 000 kötet az a könyv, ami a könyvészeti felmérést. Ez körülbelül egy 3-4 000 oldalas könyvben fog megjelenni. Amikor beszélgettünk erről a meghívásról Tanár úrral, akkor szó került az Ország Lászlóval való kapcsolatában arról is, hogy örökül hagyott önre dolgokat a tanár úr. Igen, hát a későbbiek folyamán nem csak mentorom, témairányítom, tutorom lett Ország László, hanem én azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hisz ő is leírta ezt, hogy barátság, atyai, egy igaz atyai barátság alakult ki közöttünk egészen haláláig. Ha visszaemlékszem az utolsó találkozásunkra, 84-ben halt meg, mi elég rendszeresen találkoztunk, és akkor kaptam január, rögtön új év után egy levelet, hogy látogassam meg, amit én szívesen mindig meg is tettem, és akkor már ő valószínű, hogy nem valószínű, biztos tudta, hogy nekünk ez az utolsó találkozásunk, én nem is sejthettem, és érdekes volt, hogy búcsúzásunk előtt két dologra kért meg. Ahogy ő szokta volt mondani, tanítványai gyakran fiamnak szólította, néha még a lányokat is, és mondta, hogy fiam, két dolgot szeretnék, hogyha nem adnál föl és csinálnád a továbbiakban. Az egyik ez az amerikai irodalomnak a magyarországi felmérése, hiszen ő is tudta, hogy néha olyan krízisekben vagyok, hogy ezt folytatni csak bizonyos támogatással, biztatással lehet, hogy ezt fejezzem be ezt a munkát, hisz ő ezt az egyik röpiratában, mint az amerikanisztika egyik legfontosabb feladatának tartotta. A másik pedig azt mondta, hogy ha elérkezik az idő, akkor hozzatok létre amerikanisztikai tanszékeket. Hisz az ő idejében az amerikanisztikát nagyon szűk körben csak a brit oktatás berkein belül lehetett csak érintőlegesen tanulni. És hát ehhez tartozik az igazsághoz, hogy az első amerikanisztikai tanszéket magyarországi egyetemeken, főiskolákon... Igen, hát én büszke vagyok. Egerben. És büszkék is vagyunk a tanszéken mindannyian, hogy Egerben valósult meg végül is az első amerikanisztikai tanszék, az Magyarország amerikanisztikai történetében itt valósult meg, itt jött létre. Magyarul jósán fárkodott az örökséggel, amit a mestere ráhagyott. A másik még hátra van, a könyv. Mikorra készül el, hogy tagsálja, hol tart vele? Hát a befejező stádiumban tartok. Az idő kényszerít erre. Többször kaptam tudományos ösztöndíjat, támogatást is erre a munkára. Legutóbb 4 évvel ezelőtt egy akadémiai ösztöndíjat kaptam, és decemberben van a határideje. Tehát ezt meg kell tennem, úgyhogy ebben az évben, én azt hiszem, hogy egész életemben eléggé következetesen és keményen dolgoztam, de ebben az évben még a nyáron sem engedhettem meg, hogy 3 napnál tovább távol legyek Budapesttől és Egertől, hogy be tudjam fejezni ezt a munkát. Én nagyon remélem, hogy decemberben elkészül, és utána már csak szerkesztési gondok lesznek. És akkor valóban egy olyan példanélküli eset áll elő, ami más nincs meg, tehát más nyelveken ilyen, nincs meg. Ilyen könyv még nem született, ahol egy befogadó ország történelmi, gazdasági, politikai, változó évszázados viszonylatában egy külhoni irodalmat teljes keresztmetszetébe átfogva vizsgálna. Tanár úr, mennyire tud kisugározni ez a munka a tanszéki munkára? Mennyire van összefüggésben, mennyire lehet kapcsolatba a kollégák munkájával? Hát én nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert olyan kollégáim vannak, fiatalok, okosak, rendesek, jók, szeretetreméltóak, és tudják, hogy mit akarnak csinálni, ez szakmai vonatkozásban is igaz. Úgyhogy ők is nagyon hozzájárultak ahhoz, hogy én ezt a munkát nyugodt körülmények között végezhessem. Úgyhogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik.
Azért egyet még hadd mondjak el, itt szerényen egyetlen díjról beszélünk. Az igazság az, hogy az utóbbi két évben nagyon szép elismeréseket kapott, és hát azért hadd idézek belőle. 2003-ban az Amerikai Egyesült Államokban az év embere volt. 2003-ban megkapta az amerikanisztikai kutatások érdemérmet. 2004-ben amerikai érdemérem, nemzetközi nagykövetek érdemrend 2004-ben. Nagy-Britanniában életmű aranyérmese 2004-ben, és élő legenda érdemérem 2004-ben. De van még egy díj 2004-ből, Ország László díj. Melyikre a legbüszkébb? Korán sem soroltam fel az összes elismerését. Én most kifejezetten erre az angol-amerikanisztikai területre nem lett volna szabad azért ezeket így megemlíteni. Mert azért soroltam fel, tanár úr, én tudom, hogy nem tette volna meg, mert van olyan szerény, hogy azt megkérdezhessem, hogy ennyi rangos szakmai elismerés mellett melyikre a legbüszkébb? Hát visszatérve azért, hogy mennyi ez és milyen sok, Ez sajnos bárcsak ne lenne, mert hát a nemzetközi szokások miatt is a korra való tekintettel, és amikor az ember átlépi a 60 évet, ahol figyelnek a munkájára, ott hát azért ahhoz próbálják értékelni. Mert nem minden 60 éves kap ilyen kitüntetés sorozatot. De visszatérve a lényeghez, hogy valóban melyikre vagyok a legbüszkébb, illetve melyiket szeretem szívemhez, eszemhez, melyik áll legközelebb, akkor természetesen sokszor esett itt Ország Lászlóról. És az Ország László díj, ami egyébként Eger is jelentős szerepet játszott annak idején, hogy ez létrejött, és ezt a díjat a szakma, legalábbis a kuratórium leírata szerint minden évben a szakma, az anglisztika és az amerikanisztika tudomány területén kimagasló eredményeket elértek, kapják meg. És mivel, hogy ezt, mint említettem, professzorom, atyai jó barátomról neveztek el, az ő tiszteletére hozták létre, természetesen én ezt tartom a legszebb és a legnagyobb elismerésnek. És erre lehet azt mondani, hogy valóban jó sávfárkodik az örökséggel, hogyha ezt is tartja a legfontosabbnak. Tanár úr, egyetlen rövid kérdésre maradt időnk, bár tényleg nagyon sok minden, csak átfutottunk a felszínen, de hát ilyen kegyetlen az időbeosztás. Mind dolgozik most, mit szeretne megvalósítani legfontosabb feladataként a közeljövőben? Hát napi munkáim vannak, ennél kétszer akkora dolgozó asztalom van otthon. Egy gombostűt nem lehetne most elhelyezni rajta. Még most, ha hazamegyek, és holnap talán sikerül az egyik debreceni kollégámnak a könyvét bírálnom és értékelnem, amit díjra terjesztettek föl, tehát nagyon fontos, hogy befejezzem. Még egy-két hetem van arra, hogy megszületett a budapesti amerikanisztikai tanszék vezetője, megírta az első tudományos igényű amerikai irodalomtörténetet, ami mérföldkő lesz a mi szakmánkban, és megkért, hogy olvassam el, véleményemet várja, és rám bízta a filológia apparátusnak a átfésülését, kiegészítését. Ez egy nagyon nagy, több mint 1000 oldal, tehát igen, időigényes és fontos munka. Ezen kívül még ebben az évben megjelenik Edgar Allan Poe-nak egy könyve, ami szintén az elsődleges, másodlagos forrásokat fogja tartalmazni, bibliográfiai jellegű mű. Debrecenhez visszatérve most kaptam egy felkérést, hogy Arthur Miller, a híres drámaíró, jövőre lesz 90 éves, és Debrecen egy kötettel adózik tiszteletére, és oda kértek tőlem egy tanulmányt. De hát inkább a legfontosabbat említem, hogy ezt a nagy munkámat, amit le kell zárnom, és le is akarok zárni ebben az évben, azt szeretném megcsinálni. Még egy nagyon fontos dolog van, ami a kollégáimat is érinti, még egy a tudományos kiadványunknak egy kötetét szeretném megszerkeszteni, hogy még ebben az évben megjelenjen. Tanszék továbbfejlesztése, magasabb szintre vitele? Igen, most nagy megtiszteltetés is, és nagy öröm is ért, talán egy kicsit pezsdülést jelenthet
az életemben célt adhat a következő másfél-két évben, ami még mint vezető esetleg még tevékenykedhetek a főiskolán. Rektor úr a múlt héten beszélt velem, és komoly szándéka, most már látom, hogy valóban a főiskolának, a főiskola vezetésének és az ő komoly szándéka is, hogy az amerikanisztikát szeretnék egyetemi szakká fejleszteni. Ez nagyon fontos főiskolai és kari célkitűzés is, hisz a kar szervezése, egyetemi szintű kar szervezése szempontból rendkívül fontos, hogy egy nyelvi egyetemi szak is legyen. Hogy látja tanár úr, milyen esélyeik vannak rá? Nagyon sokat kell tenni ennek érdekében, mind infrastruktúrális téren, de leginkább személyi állomány terén. Nagyon jó alapokkal rendelkezünk, a jelenlegi tanszék állománya elismert, a Debrecen, az ország egyetemei által is elismert, de természetesen itt még egy-két professzort, egyetemi rangú embert meg kell nyerni ehhez. És hát természetesen egy olyan programot kell kidolgoznunk, amit ugye az akkreditáció támogat. Én azt hiszem, hogy mi erre képesek vagyunk, és nagy örömmel végezzük ezt a munkát. Ehhez a nagy örömmel végzett munkához kívánunk jó egészséget, szívből gratulálunk a kitüntetéséhez, és ha nem nagy képűség, engedje meg, hogy mi is büszkék legyünk erre, hogy velünk együtt él az elismerésével. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, tanár úr. Mi pedig, kedves nézők, akkor nézzük meg, hogy mit kínálnak hallgatóink a programok ajánlatából a hétvégére és a jövő hétre.